Szevasztok, srácok! Megint jött egy ilyen halállista, vagy nem is tudom én, hogy hívhatnám ezt, de megint eladok három modellt, és hát mostani sorban egy Acme Eurocontrax van. Ez a jelenlegi legrégebbi modellem. Az MD volt, az IMI-féle 3001-es MD volt a legrégebbi modellem, viszont ugye azt korábbi videóban is mondtam, hogy ugye odaadtam IMI-nek, és majd cserébe készít egy másikat, mivel ugye az volt az első MT, amit készített, így azokat összegyűjtögeti, amiket ő egy-egy típusból először épített meg, és inkább helyette csinál másikat. Szóval az már nem az én modellem. És hát utána ez volt sorban a régebbi modellek közül a legöregebb. Hát nyilván voltak régebbi modelljeim is, csak azoktól megváltam már korábban. Szóval ez az Acme Eurocontrax az egyik, amit most elpasszoltam. Illetve van itt egy ilyen 3D nyomtatott MD is. Ugye ezt én raktam össze. Tehát mármint ugye nem én terveztem a kasznit meg ilyenek, hanem ki volt nyomtatva, és akkor én raktam már össze. Az alvázat pedig egy ismerősöm nyomtatta az ő saját tervei alapján, tehát én festettem le végül, meg ravaszgattam össze. Ugye ebben nincsen hajtás, illetve egy Csabi féle UDI féle járgányt adtam el, ebbe viszont van hajtás, ugye a Transban is van. Ez a három modell az, amit most elviszek, és hát ezek árából majd megint fog érkezni valami. És szerintem ennyi is volt itt a lista, tehát több modellt én nem tervezek már eladni. Eredetileg ezek sem voltak tervben, hogy én ezeket ugye eladnám nyilván, csak ha már elkezdtem így fejleszgetni a gyűjteményt, akkor úgy vagyok vele, hogy vágjunk bele a lecsóba, aztán csinálgatjuk a dolgokat szépen sorba. Szóval ez a három. Ugye nem drágán adom ezt sem, mert nem volt drága amúgy se, meg ugye tényleg nem a legszebb járgány, meg az a UDI-se, viszont tényleg a Trax az jó, az hibátlan, működik, meg minden. Szóval igazából ennyivel kevesebb van. De nézzük is, mit rejt még itt a szekrény. Hát ugye eléggé kiürült, bár mondjuk még van tényleg egy doboz, ami tele van mozdonyokkal, meg még egy polc is van, amin vannak. Meg még ezen kívül még egy polc, na mindegy. Tehát most így néz ki a szekrény, hát ez a lista, ez már olyan, hogy szeretném megtartani őket. Hát ugye látjátok ott az új kis pikószili, ugye itt volt a két Fugger Cili ennek a helyén, hát majd ugye nyilván Pico Cili-ből is, hogyha lesz valamikor még újabb kiadás, akkor a tervben van, nyilvánvaló. És hogyha itt vannak sorban a kedvencem, a Pico Cili az egyik nagy kedvenc, illetve ez a Acme reinkarnációs Csaurusz, itt vannak a gigantok, ezeket is nagyon szeretem, illetve ott vannak a kis odamozdonyok is. Ugye a villanygépek közül ezek a kedvenceim egyébként modellben. Hát a dízelek közül meg ugye itt ez a pakk, itt a Gesev Ludmilla az nagyon megtetszett. Tehát abból még szívem szerint vásárolnék, mert ez iszonyatosan tetszik ez a járgány. Ugye itt vannak az MNV-s gépek, ezeket is nagyon szeretem a festésük miatt. Itt van a kis Dacia flottám is, tehát azért vannak itt ilyen szép gépezetek, meg hát ugye itt vannak még ilyenek. Meg itt a villanyflottának még egy kis részlet. És hát 3D nyomtatott modellből sem maradtam sok. Van az a kis B-álmot, illetve van itt a másik oldalon egy gyúsgyi, és igazából ennyi 3D nyomtatott cuccom maradt összesen. Ja, itt a másik MK48-as, ami a régebbi, majd ennek is kell egy ilyen kis dobozkát szerezni. Szóval meg vannak fogyatkozva most a járművek, de majd idővel lesz itt még újabb adag. Hát így is kellene valami jó kis szekrény, ami pormentesen zár, mert ugye itt is akarva akaratlanul tényleg porosodnak, és ez ugye főleg a villanymozdonyoknál nagyon rossz, ugye a tetőberendezéseknél ott azért nehéz letakarítani. Szóval igazából az nem a terv, hogy ilyen könyves polcokat veszek, és akkor abba rakom be a mozdonyokat, de úgy, hogy ilyen kis plexi dobozokban, mint ugye ami az MK48-ashoz is van. Szóval majd ez lenne a terv. Hát igazából ennyi lett volna ez a videó. Hamarosan elérjük az 1000 feliratkozót, én ezt nagyon szépen köszönöm nektek, hogy követtek folyamatosan,
és hát bízom benne, hogy újabbnál újabb videók lehetnek majd. Úgy döntöttem, hogy majd összerakok egy ilyen kis tesztpályát is, és akkor megnézzük a mozdonyoknak a futását is. És ez a tesztpálya olyan lesz, hogy lehet, hogy később majd ebből terepasztal is épülhetne, akár ilyen modul-szerűen, de majd ezt egy másik videóban. Szevasztok!